pálya címe Park Our Suli. Most már ez a harmadik rész, szóval megfogadtam, hogy nem fogom a helyes írását cikizni. Previously on Grindr. Egy csinos kis színes folyosón kezdünk, ami tele van hányva fáklyákkal. Park Our Suli? Kár tényleg nem tudja, hogy kell leírni. Hol áll a központozásra? És a parkúrszóra? Kirakok egy számlálót, ami azt fogja számolni, hogy hányszor esek le. Ami azt illeti, először negatívan álltam hozzá a pályához, hiszen kell a ráknak még egy parkour pálya. Viszont így kíváncsi vagyok, hogy mit tanít meg nekem, lehet, hogy tényleg meg tudom parkourozni. Látom, ennek az iskolának az a módszere, hogy dobjuk be a diákokat a mély vízbe. 2/5, jég, jég plusz lélekhomok. Itt is semmi leírás, hogy mit kéne tudnom. Nincs létre. Sziasztok, itt az ideje, hogy valamit szanaszét daráljunk. Ha emlékeztek még a 11. darálóba, jó, most így a intro előtti részből biztos, hogy emlékeztek rá, volt egy Park Our Suli nevű pálya. Azóta se tudom, hogy kezd kiejteni, Park Our, mindegy, szóval egy ilyen parkour suli. Ugye a híres hírhetke a készítette, és pár hónapja, most jutottam el idáig, Zoka küldött nekem egy olyat, hogy készített ebből a pályából egy feljavított változatot a saját ötleteiből, és azt a nevet adta neki, hogy Parkour Suli Extra Beta. Ez a beta gondom azt akarja jelenteni, hogy még nincsen kész. Nem szívesen viszek végig félkész pályát, hát fejezzétek be. De most kíváncsiságból kivételt teszek. Egyébként rosszul írta a címet, mármint jól írta, hogy rosszul, értitek? Szóval hogy nem írt hát, de az itt most rossznak számít. Jó. Lássuk. Info, köszönés. És széttört a gomb. Üdv a pályán, ez a pálya Csabusának készült, de más játékos szabadon letöltheti. Oké. Igen, így néz ki a kezdőszoba. Kreditek. Kezdjük ezzel. Az is széttörik. Egyébként látványos. A pályát készítette Zokka, teszteltem Mr. No Name. Indítás utoljára, a szabályok. Az is széttörik. Kicsit olyan érzésem van, hogy miközben végigjátszom, így lerombolom a pályát. Szabályok. Ne csalj, a pálya 1.8-on készült, 1.8-on kell kijátszani. A pálya egy játékosra készült, de ketten, akkor hárman is lehet rajta játszani, de ezzel fel nem fedezett bugok léphetnek föl. És ez egy mondat volt? A pálya egy játékosra készült. Igen, de ketten, akkor hárman is. Na jó, nem próbálom értelmezni, nagyjából értem, miről szólt. Ne használj semmilyen parancsot. Kalandmódban is könnyű játsz. Kalandmódban vagyok? Igen. És gondolom könnyű. Peaceful, és le is van zárva. Hát jó. Ti hagytátok így, indítás utoljára. És akkor Csabu pont. Jaj. A pokálót nem néztem meg. Hát az pokáló. Zombi. Szia zombi, rázunk kezet. Ó, lol, és megszólal a kézrázásra. Üdi játékos, én Zomba vagyok, az idegen vezetőd. A legelső feladatban át kell ugrálnod ezeken az oszlopokon. Itt nem futhatsz neki, de nyugi, nem olyan nehéz. Jó szórakozást! Oké, első leszke, kisugrás, nincs futás. És ha mégis futok? Tök jó díszítés. Abban biztos, hogy pont van. Na jó, illetve direkt leugrok, hogy felvegyem. Na. Oké, még egyszer. Igen, kiraktam a bukás számlálót, ha már az... futottam. Akkor most menjek előről? Nem érdekel. Ennyi el azért, mert végigjátszottam az első részt. Egy kis leszke, kisugrás, nincs futás. Ezt elérem olyan felülről is? Direkt ugrottam le. Ez a futás számláló nagyon szemét. Mondtam, hogy eddig direkt ugráltam le, de mégis számol. Oké, megjegyeztem. Kétszer van kiírva, vagy ez ide tartozik? Ja, nem? Jó, oké. És itt nincsen pont.
Jó, megint ugyanolyan érzésem van, hogy... Szóval megint olyan érzésem van, hogy úgy hiányzik belőle az oktató rész, hogy... Szóval, hogy hiányzik belőle az oktató rész, azt írja, hogy ez egy suli, de... Azt írja, hogy ez egy suli, de... Oké, kész, ennyi volt. Futni fogok. Azt írja, hogy ez egy suli. Már is jobb. De nincs itt semmi, ugye, oktató. Mármint tananyag, na. 4x4, és azt mondja, hogy nincs futás. Jó, azt hittem az elsőt elrontam. Meg lehet ugrani, hogy nem megy Game Mode 3 és menj fel ide. Ja. Nincs kedvem leesni. Jó. Teljesítve. Azt mondja, most őt is leromoltam. Ja, azon is kellett volna lenni egy gomnak. És ja, meg vagyok fogva, vagy mi van? Aha, rakott ide barriert, hogy ne lehessen visszamenni. Oké. Na. No, csak sikerült? Mennyi elrejtett csapupontot találtál meg? Remélem mind. A végén nem, már nem is figyeltem. Mindegy. Én is remélem, hogy mind. No, következő leckéhez nyom meg a gombot. Beszéltem vele. Tír. Megint levertem a nem tudom miért, köldökét. Második lecke különleges blokkokkal fogja kivesézni. Há? A másik lecke a különleges blokkokat fogja kivesézni. Oké. Itt futhatsz a különleges blokkokról, leírást az ugrás előtt megtalálod, jó szórakozást hozzá. Itt jég van, ha elolvadna. Különleges blokkok. És az én fejem az egy különleges blokk. Piff, ezt is lezúztam. Különleges blokkok, igen. Nos, mint látod, most lépcsőkön fogsz ugrálni, a lépcsőkről, mint tudni illik, a lépcső egy olyan blokk, aminek első részének a fele nincs meg. Igen, igen. Ezért ott alacsonyabb lesz-e ajánlott ugrálás guggolással. Egy meg fokkal szimpatikusabb, hogy van valami leírás. Egy guggolással ugorjak. Így nem ugrok olyan messzire. Én értettem félre? Guggolással ugorjak. Nem vágom, de kipróbálom. Oké. Hanem arra gondolt, hogy így nyomjam a guggolást érkezéskor. Azt például érdemes lenne megtanítani. Na, most rácsokon fogsz ugrálni a rácsokról. A rács az eléggé különleges blokk. Az eléggé különleges blokk. Csak egy nagyon kicsi helyre tudsz ugrani, ha nincs más blokkhoz kapcsolva. Itt nem lesz. Ja. Ajánlott ugrás guggolással. Értem, érkezéskor arra gondol. Szemét bukásszámláló. Most lélekhomokon fogsz ugrálni a lélekhomokról. Ha lélekhomokon jársz, akkor nagyon belesüljetsz. Ajánlott ugrás egyesével guggolással. Ennyi. Most a jegen. Jegen. Jegen fogsz ugrálni. A jégről a jég csúszik. Nagyon. Ajánlott ugrás, minden ugrás után guggolni és utána ugrani. Ha nincs jég, másik oldalra tépi. De van jég. Tettem. Na, tessék, csak hogy a bukásszámláló is örüljön. Juhó! Most kerítésen és kőoszlopokon fogsz ugrálni. A kettő szinte ugyanaz, csak a kerítés vékonyabb, ajánlott ugrálás guggolással egyesével. Így. Na, nem is rossz, elsőre mennek ezek. Most fejeken fogsz ugrálni. Gondolom az én fejemben, na. Oho, magas nyakú csabusa. Szóval...
Szóval, igen, a fejekről egy kisebb blokk, a közepére kell ugrani, ajánlott ugrás guggolással. Magamra estem. Ezek ilyen zsiráf csabusák, zsirufák. Nem igaz. Vagy a csabú áfok. Csabú ráfok. Csabi, jó, abba hagytam. És ezt is. Ó, esik az eső, így most még csúszósabb lesz a sörényen. Jó, egy kicsit olyan érzésem, hogy ez most így beledobott engem a mély vízbe. Főleg, hogyha most így megtelik vízzel ez a medence. Igen, örüljél, bukás számláló, örüljél. És sikerült. Ennyi. Király, sikerült? Nem, 2/7. Ja, hogy még jön egy. Most létrákon fogsz ugrálni, a létrákról. A létra egy negyed blokk, ami a falhoz tapad. Guggolni kell rajta, hogy ne esj le. Ajánlott ugrás egyesével guggolással mindegyikre ezt ír. Ez most egy barriár volt? És igen, nem vagyok hülye, egy barriér van ott. De miért? Hogy ne arra menjek? Látható akadályt kellett volna oda rakni, szerintem. Aha. Most nem romboltam le a hasát. Ennyi volt a béta verziója a pályának, tervezem megépíteni a nagy verziót, ahol gyökeresen kivesítem a parkúrt, és tényleg megtanít rá, köszi, hogy kijátszottad. Hát, rövid volt. Na, lássuk, pozitívumok, negatívumok. Én egy kicsit rövidebbnek... kezdjük a pozitívumok, ez inkább negatívum, hogy rövidebb volt. Na mindegy, ahogy eszembe jut. Szóval... Egy kicsit rövidebbnek éreztem, nem tudom. Most így hirtelen nem néztem végig a 11. részt, na. Hogy ott milyen hosszú volt, én úgy emlékszem, hogy ott valamennyivel hosszabb volt. Valamennyivel több is volt a leírás, úgy emlékszem a másik részben. Ott egyáltalán nem voltak. De jó, abba hagyom, nem hasonlítom vele ezt, ez egy másik pálya. Csak hát arról készült, akkor ugye, akkor automatikusan ahhoz hasonlítja az ember. Ha így önmagában nézem, hogy pálya. A téma még mindig érdekes, tanítsuk meg a játékos parkúrozni, ez tök jó. Szerintem az infók azok kevesek voltak. Én egy kicsit kevésnek éreztem, hogy guggolással ugorni. De mit jelent a guggolással ugorni? Például. Meg a sprint, meg a helyből ugrás. Jó, hát azt írta rá, hogy béta, ezért nem szeretek bétát értékelni. Mert hogy akkor persze rá lehet fogni minden, ahogy akkor majd a teljes verzióban, és hát nem erről szól a daráló, hogy... Tehát nem erről szól a találó. Az építés az egész szép, a terep az határozottan, vagy ilyen színes, a falak azok kicsit olyan monotonak. Egyébként ezek itt a végén, ez a sárga, meg a fehér a tetején, nekem a sör jut eszem, mint hogy én sör hullámokon ugráltam volna. Ja, szóval nagyjából ennyi. Egész jó kidolgozás, egy fokkal talán jobb, mint a másik, de a rég volt, mert én se tudom, majd újra kell nézni nekem is azt a részt. De még mindig hiányzik az az igazi tanító jelleg valahogy. De én mindenképpen javaslom, hogy folytasd a pályát, sőt egy kicsit több infó, meg arra tudja, mivel lehetne még ezt földobni, de szerintem folytasd, én kíváncsi vagyok a folytatásra. Hogy is hívták őt? Zomba. Akkor én és Zomba búcsúzunk, a kézikönyv óvjon. Ő a nyelvtanimátor.